van egy Európai Uniós projektünk, ez a lépés előny, több tudás, több esély a munkaerőpiacon. Ez egy Európai Unió által támogatott 30 millió forintos projektünk, melynek egy általunk vállalt eleme a felnőtt képzési bőrze. Tavaly a projektnyitónkon, szeptember 30-án már volt egy ilyen alkalmunk, ahol sok oktatási céget felvonultattunk, és most ez a második alkalom, a projektünk utolsó harmadába léptünk, és most ezen a napon szintén 12 oktatási cég vonultatja fel a képzési kínálatát, és közte természetesen a KMO, hiszen a nyáron az intézményünk felnőtt képzési akkreditált intézmény lett, tehát most már hivatalosan is nekünk is vannak saját képzéseink. Szántos János idegenforgalmi középiskolából jöttünk, amely nem csak a fiataloknak ad szakképesítést, hanem az érettségi utáni képzésben is fontosnak tartja, hogy a tanulásnak a lehetősége meglegyen. Számos idegenforgalmi képzésünk van, és az ilyen rendezvények jó alkalmak arra, hogy megmutassuk magunkat, egyáltalán tudják azt, hogy felnőtt képzésben is egy szakképzőiskola is otthon van. Miért tartjuk fontosnak a megjelenést ilyen felnőtt képzési bőrzéken? Talán azért, hogy megismertessük az iskolánkban folyó felnőtt képzést, azokat a képzéseket, amelyek nálunk folynak a gépészet és az elektronika, elektrotechnikai szakmacsoportban és a közlekedési szakmacsoportban. Minél több embernek megmutassuk azt, hogy milyen képzéseket kínálunk, és hogy ez, mi nagyjából olyan képzésekkel jövünk ki egy-egy bőrzére, amelyeket sikeresen el is tudunk indítani. Tehát a kínálatunkban olyan szakmák vannak, amelyekre megfelelő jelentkezés esetén el is tudjuk indítani a képzéseket.